milyen módokon és információkkal kívánják segíteni az itteni vállalkozásokat? Azzal a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében egy vállalkozói fórumon veszünk most részt, ahol igyekszünk vállalkozásfejlesztésben segítséget nyújtani, támogatást, információkat adni. Tulajdonképpen a kamara nevében mondhatom, hogy minden platformot megragadunk arra, hogy eljussunk a vállalkozókhoz, hogy tudjunk nyitottságukkal élni és segíteni, támogatni őket, legyen az pályázati támogatás, legyen az vállalkozási formát illetően, beruházást érintően, tőkekívánság, bármilyen szakmai jellegű, de akár gyakorlati tanácsban is szívesen állunk a rendelkezésükre. Szinte minden platformon jelen vagyunk, ez azt jelenti, hogy honlappal, Facebook oldallal, de személyesen ugye irodáink vannak, Zalaegerszegen helyi kirendeltségünk van, nagyon jó tapasztalt vezetőkkel, úgyhogy minden módon, de akár telefonon, e-mailen szívesen állunk rendelkezésükre a vállalkozóknak, ugyanakkor további programja is lesznek a vállalkozásfejlesztési csomagnak, és ez a vállalkozói forum ez az egyik lehet. Ennek. Milyen típusú vállalkozásokat céloznak meg? Minden érdekes számunkra, ugye tudjuk azt, hogy a környékünkre, környezetünkre mikro-kis vállalkozások a jellemzőek, közepes vállalkozások is vannak, nagyvállalatok száma a legkevesebb, de igazán nagyságrendtől függetlenül bármilyen témakör érintett, abban rendelkezésükre állunk. Azt az egyetlen szoktam említeni, amiben nem tudunk segíteni nekik, hogy piacot, tehát megrendelést nem fogunk tudni a kezükbe adni, de minden más, ami ehhez kell, még akár vállalkozási ötletként is szívesen fordulhatnak hozzánk. Hogyan jött létre a mai program és miből áll? Tulajdonképpen ez egy programcsomag része, amire rálátásom van, ez a környékbeli, tehát a Lettenye-Zalaszengrót lenti térség célzott irányú segítése és támogatása volt az alapvető ötlet, és az is, hogy ma itt jelen vagyunk, ez is ennek a programcsomagnak a része. Arra hivatott, hogy vendégüllásra elhívja a vállalkozókat, minél szélesebb körben elérje őket, személyesen tudja megszólítani, és így hát, ha könnyebb és nyitottabb a vállalkozói társadalom arra, hogy igénybe vegye a rengeteg lehetőséget és támogatást, ami most adott ebben az időszakban.